Milí súrodenci, príjemný večer vám prajem, buďte požehnaní. Keď ve štestvierejím, leďa taká aldo tak. Pomodlím sa. I Mátko Zum. Nebeský Otec. Drago mene Jaťank. Mene tvojho milovaného syna, nášho kráľa kráľov a pána pánov. Ote, drago Fiod, az Úr Jézus Krisztus nevében, a királyok királya nevében. Pokorne ťa prosím, aby si bol prítomný tu a ty si prítomný, lebo to máme zasnúbené. Kérlek, hogy légy jelen itt mi közöttünk, és te jelen is vagy, mert azt megígérted nekünk. A ja ti ďakujem za tvoju milosť, za Božie slovo a za tvoju veľkú lásku, ktorú nám dávaš. A prosím ťa, aby si nás viedol, aby si vyučoval tak, ako vyučuješ, aby si v tom neprestával a nech všetko, čo tu bude povedané, nech je to na tvoju slávu a chválu, lebo tebe to náleží aj uctievanie na veky. Amen. Amen. Táto posledná pesnička bola, keď sme boli v Galante a... Ez az utolsó ének, amikor Galantán voltunk. A môžem povedať, že to prevedenie hudobné, ktoré tam oni mali, bolo veľmi pekné a... Mondhatom, hogy az a zenei kifejezés nagyon jó volt. Ale tak poďme k slovu, tak prečítam 12. Rímanom. Menjünk az igébe, a Róma 12. Prvý, druhý verš. Első, második verš. Pozbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje telo ako živú, svetu, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú službu Bohu. A nepripodobňovali sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čomu je príjemné a čo je dokonalé. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szálljátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Keď som bol malý, tak som strašne túžil byť dospelý. Keď som mal 7-8 rokov, chcel som byť rozumný. Mikor kisfiú voltam, 7-8 éves, szerettem volna felnőtt lenni, és okos. A chcel som byť taký pokojný, rozvážny. Nemal som otca, ale mal som takého suseda o poschode nižšie a ten sršal takou rozumnosťou a veľmi pomaly rozprával. Olyan béketűrő szerettem volna lenni, volt egy szomszédunk, aki ilyen volt, szerettem volna olyan lenni. No, ale už som mal 20, 30 a stále tá rozumnosť a tá múdrosť nejak zo sveta neprichádzala. Mikor 20-30 éves voltam, ez a értelmesség valahogyan nem jelentkezett. Tu sa píše, že Bohu príjemnú obetu. És itt az van írva, hogy Istennek kellemes áldozatot hozzunk. Tvoje tela. To znamená, že ja keď som sa obrátil, ja som mal pocit, že tej kresťanskej zodpovednosti bude tak veľa, že to nezvládnem. Mikor én megtértem, azt gondoltam, hogy a keresztény felelősség, ez olyan, amit nem fogok tudni teljesíteni. Ale po obrátení to spoločenstvo bolo len kresťania, a začal som sa vážne len s nimi stretávať, buď to boli s vami, alebo cez voca, bratia, sestry. De megtérésem után keresztény társaságban jártam testvérek között. A všimol som si vlastne, že pán Ježiš to tak dokonale vymyslel. Észrevettem, hogy az Úr Jézus ezt olyan tökéletesen véghez vitte. Že ten kresťanský život sa vám tak dostane pod kožu a do krvného obehu a do srdca, že potom vám to prípada normálne robiť veci správne a robiť tak, aby to bolo na jeho chválu. Hogy
az Úr Jézus ezt úgy alakította, hogy ez a keresztény élet a vérkeringésünkbe kerül, és így jól csináljuk a dolgokat. Že svoje tela ako živú obeť, to znamená čo? To znamená to, že máme robiť všetko tak, aby to bolo na Božiu slávu, ale... Hogy a testünket élő áldozatul adjuk, és mit jelent ez, hogy feláldozzuk a testünket Istennek az ő dicsőségére. Bol som naposledy, Šanko dal taký návrh, že kto ide s ním do Galantia. Poviem pravdu, že pre mňa to bolo veľmi pozbudzujúce, veľmi ma to navúdilo a veľmi ma to posunulo aj vo viere ďalej. Legutóbb kaptam lehetőséget, hogy elmentem Galantára, lehetőséget kaptam Sándortól, és ez nagyon felbuzdított engem. A uvedomil som si, že dať mu celého samého seba, moje zmýšľanie, moje srdce, moje každodenné uvažovanie, že to je tá dobrá obeť, to je tá vôňa tej dobrej obete. Tudatosítottam magamban, hogy teljesen átadni magunkat az Úrnak, a szívünket és testünket, lelkünket, ez Istennek jó illatú áldozat. Čiže keď Čanko chodí po celom svete a hlása Božie dielo a Božiu záchranu. Hogy a Sándor az egész világon jár és hirdeti a Istennek a szabadítását. A s tým aj súvisí, že tým ľuďom reálne pomáha. És azzal összefügg, hogy az embereknek reálisan segítséget nyújt. Tak nebuduje len vieru všetkých ostatných, ale buduje ho to aj jeho samého. Čiže to je taký viacečný meč, ktorý zasahuje srdcia úplne každého. Hogy nem csak az embereket építi ezzel, de az ige olyan, mint a kétélű kard, hogy eléri a szíveket is. A tým, že mi dávate v Komárne služby, tak ma to zavezuje k takej zodpovednosti, a nielen tu, aby som rozprával veci, ktoré sú na Božiu slavu, ale aj v bežnom živote ma to zavezuje takej tej zodpovednosti. És hogy kapok alkalmat szolgálatra, ez felelősséggel tölt el engemet. A pokiaľ ako dieťa som túžil po nejakom pokoji a takej mužskej rozvážnosti a takej zrelosti, mint ahogy gyermek vágyottam a békesség és a érettség után. Tak môžem povedať, že ja to nazvem, že v úvodzovkách na staré kolena, teraz cítim, že dostávam taký ten pokoj v tých správnych dávkach, aj tú rozvahu a som na správnej ceste, čo sa veľmi teším, lebo idem s Pánom a to ma naplňa veľkou láskou a pokojom. És mondhatom, hogy öreg idézőjelben öreg koromban megkaptam ezt, hogy békességgel követhetem az Úr Jézust. Božia vôľa, to znamená, čo je dobré, čo mu je príjemné a čo je dokonalé. Je mu dobré, keď obratíme srdce na neho, uveríme v neho, Pána Ježiša. Istennek akarata, hogy hozzá forduljunk és higgyünk az Úr Jézusban. Je mu príjemné, keď tak konáme a zachraňujeme ostatných. Neki kedves, hogyha így cselekszünk és mentsük a többieket is. Ale myslím si, že to už som ďaleko, že čo je dokonalé ešte v takom keby som mal predbehnúť sled udalosti, to ešte nie som, ale snažím sa bádať, snažím sa prehlbovať v písme a poznaní Pána Ježiša. De attól, hogy tökéletes vagyok, még messze vagyok, de igyekszem ebbe az irányba haladni. A radujem sa toho, že tu aj dostávam služby, aj čo sa týka iných vecí, že som mohol nahradiť Zuzku. To sú také benefity, ktoré vnímam a strašne ma to buduje. A teším sa z toho, sú to malé veci, ale v Božích očiach určite veľmi dôležité.
Örülök neki, hogy kapok szolgálati lehetőséget itt ebbe a közösségbe, és ez örömmel tölt el engemet. Budem pozitívne pokračovať. Máme každý útorok modlitevné stretnutia. Včera to bolo cez telefón, sa to ináč nedalo. Minden héten ima összejövetelünk van kedden, így telefonon keresztül. A okrem iných ušlachtilých vecí, tak sa modlíme aj, aby sme mali sociálne istoty, aby nám to v práci išlo. És imádkozunk ezeken az alkalmakon. A musím sa pochváliť, že chalani sa modlili, aby nám to v práci išlo, aby sme mali robotu, aby sme boli Bohom požehnaní. A imádkozunk azért, hogy legyen munkánk, és hogy az Úr töltse be a szükségleteinket, és mások szükségleteit is. A dneska strašne ráno pršalo, úplne extrémne. A ja som mal dneska najväčšiu tržbu za posledné 3 mesiace. Ma reggel nagyon esett az eső, de az utolsó 3 hónapban a legnagyobb bevételem volt. Hovorím preto, že pršalo, lebo zväčša robotníci u mňa jedia, čiže je to podmienené tým exteriérom, ale aj na to všetko mi dal Pán toľko roboty, že som ledva stihol dnešné zhromaždenie. O 4. som sa sprchoval, ale stihol som to, som tu a aj som sa slabo pripravil, tak sa omlúvam. Azért to mondom, som vnímal. Azért mondom, hogy esett az eső, mert akik nálam vásárolnak, azok dolgozók, és olyankor kisebb szok lenni a bevétel, de most nagyobb volt, és volt időm is felkészülni a szolgálatra. Nie sme možno, že taký pekný ako Galanta, ale čo viem, že toto je môj domov, tu je to učenie správne, nehovorím, že niekde nie je, ale tu je to písmo dobre vykladané a ja som není taký typický snorič, ktorý by lajkoval a snoril po YouTube rôzne kázne a ani už potom netúžim. Toto je pre mňa smerodatné, že tu je môj domov a nem tudom, nem akarom összehasonlítani a gyülekezetünket a galántaival, de ez a otthoni gyülekezetem, ahol jól érzem magamat és tudok szolgálni. No a to som chcel povedať, že pevne verím, že dojde ten proces mojho duchovného posunu tak ďaleko, že sa budem rozvíjať tak v písme, aby som mával aj dlhšie kázne. Samozrejme, budem rád, keď Pán mi to požehná. Hiszek benne, hogy fogok szellemileg fejlődni, és mindig magasabb szintre jutni szellemileg. Az Úr Jézus meg fog ebben áldani engem. Ešte na záver poviem jedno také drobné svedectvo. Még egy kisebb bizonságot mondanék. Nie úplne dôležité, ale drobné, ale je svedectvo. Egy kis bizonság. Bol som pred 2 rokmi so svojím psíkom u veterinára, lebo bola gravidná, tak jej museli... 2 évvel ezelőtt voltam állatorvosnál a kutyámmal, mert beteg volt. A samozrejme, tie injekcie sú veľmi agresívne. És ezek a kutyák agresívok. A samozrejme, vyvolali... Ja, a injekciók agresívak, bocsánat. Aha. No a samozrejme, malo to vedľajší účinok, ona prestala hárať. 2 roky neháral ten psík. A my sme chceli šteniatka, tak nehárala na základe tých injekcií. Ezek a injekciók hatására komplikációk léptek fel a kutyánál. Ale viete, že ten psík chodí sem do zhromaždenia často. Tu je tu, keď nie je tu, tak je na chodbe. Ez a kutya, mint tudjátok, ide jár hozzánk a közösségbe, de nem okoz semmi gondot. A pred pár dňami som pána Ježiša prosil a som sa jej tak dotkol na bruchu, aby znovu hárala, aby mala šteniatka. Aj keď hovorím 2 roky, už ju odpisovali. És múltkor megérintettem a kutyát, és imádkoztam érte. Ale pán Ježiš sa dotýka vážne aj takých malých tvorov, ako je psík. A predstavte si, dneska začala hárať. Áno, neviem, jak sa hárať povie ináč. Ne.
No proste... Imádkozott a kutyáért, és ez a vérzése megindult a kutyának. To znamená, že vidíte, čo robí to prostredie, kde chodí so mnou, aj to, že už veterinár odpisoval, tak znovu môže mať mladé, tak ja to považujem za požehnanie. Lássátok, hogy mit tesz az, hogy ha meg egy kutya is jár a keresztény környezetbe, és imádkoznak érte, hogy az Úr így is tud csodákat tenni, hogy újra lehet a kutyámnak kölykei. Tak ja len toľko odo mňa, tak sa teším, že ste ma vypočuli a buďte všetci požehnaní. Köszönöm, hogy meghallgattatok, legyetek áldottak. Tak ďakujeme Maťkovi. Köszönjük Maťkónak. Aj takéto malé svedectvá môžu pre niekoho veľa znamenať. Ilyen kis bizonságok is valakinek sokat jelenthetnek. A ste v poslednej dobe mohli zaregistrovať, že viac rozprávame o tých svedectvách. Az utóbbi időben bizonyára észrevettétek, hogy többet beszélünk a bizonyságokról. Ale aj viac svedectiev rozprávame. És több bizonyság is van. A dnes by som chcel hovoriť o tých svedectvách. Ma szintén a bizonyságokról szeretnék beszélni. A prečítam z Matúša z 9. kapitoly. Máté 9-ből fogok igét hirdetni. A prečítam od 27. verša po 31. A 27. verstől a 31-ig. Máté 9, 24, 37. 27 až 31. 27. 27, 27 až 31. Až 31. Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepci, ktorí volali: Zmiluj sa nad nami, syn Dávidov. Keď vstúpil do domu, slepci pristúpili k nemu a Ježiš sa ich spýtal: Veríte, že to môžem urobiť? Odpovedali mu: Áno, pane. Na to sa dotkol ich očí a povedal: Nech sa vám stane podľa vašej viery. Oči sa im otvorili a Ježiš ich prísne varoval: Dbajte o to, aby sa to nikto nedozvedel. Oni však vyšli a rozniesli chýr o ňom po celom kraji. Tehát Máté 9:27-31. És mikor Jézus továbbment onnét, két vak követte őt, kiáltozva és azt mondva: Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia. Mikor pedig bemének a házba, oda menének hozzá a vakok, és mondanékik Jézus: Hiszitek-e, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néke: Igen, Uram. Akkor illeti az ő szemeiket, mondván: Legyen néktek a te hitetek szerint. És megnyilatkozának azoknak szemei, és rájuk parancsol a Jézus, mondván: Meglássátok, senki meg nem tudja. Azok pedig kimenvén elterjeszték az ő hírét abban az egész tartományban. Ten 31. verš posledný hovorí, že oni však vyšli a rozniesli chýr o ňom po celom kraji. A 31. verš ezt mondja: Azok pedig kimenvén elterjeszték az ő hírét abban az egész tartományban. A mne sa veľmi páči celá táto kapitola. Keď vám môžem odporúčiť, tak si ju prečítajte doma, celú 9. kapitolu Matúša. Nekem ez az egész kapitola, fejezet tetszik, és javaslom, hogy olvassátok el az egészet. Lebo dejú sa tam rôzne veci. Olyan dolgok történnek ott. Ale všetky sú v nádveznosti za sebou. A mindegyik kapcsolatban van egymással. A zaujímavé je, že keď som hovoril, že budem hovoriť o svedectvách. Érdekes, hogy mikor azt mondtam, hogy a bizonyságokról fogok beszélni. Tak aj ja mám svoje svedectvá. Hogy nekem is vannak bizonságaim. Ale niekedy sa do danej situácie viac hodí svedectvo niekoho iného. De van, amikor ez a bizonyság másnak a bizonyságához jobban illik.
Ale ja vás chcem povzbudiť, že aj keď si netrúfate povedať to svoje svedectvo, de buzdítlak benneteket, hogyha nem meritek mondani a saját bizonságotokat, tak hovorte svedectva druhých ľudí, akkor mondjatok más embereknek a bizonságát, a potom vám z toho vzniknú aj vlastné svedectva. És akkor abból meg fognak jelenni a saját bizonságaitok is. Mne tiež veľa dáva to, že môžem slúžiť. Nekem szintén sokat tesz az, hogy szolgálhatok. A ja nie som ten typ, čo rád rozpráva takto pred ľuďmi. Én nem vagyok az a típus, aki szeretek emberek előtt beszélni. Ale veľmi rád mám to, keď sa môžem venovať niekomu iba tak, že jeden na jedného. De szívesen teszek bizonságot egy az egyben. Alebo keď sa za niekoho modlíme dvaja. Vagy ha valakiért imádkozunk ketten például. A keď sme aj boli slúžiť napríklad s bratom Alexandrom. Például mikor voltunk szolgálni a Sándor testvérrel. Tak ja som tam bol účastný tak strašne veľa zázrakov. Olyan sok csodának voltam tanúja. A toľko ľudí prijalo pána Ježiša. És annyi ember elfogadta az Úr Jézust. Že ja som rozprával tie ich svedectvá snáď každému, koho som stretol. Hogy én azoknak az embereknek a bizonságát mondtam, akikkel találkoztam. A dokonca aj pri službe. És tulajdonképpen még a szolgálatban is. Keď niektorí nevedia pochopiť, ako sa majú napríklad brániť voči strachu. Ha például valakik nem tudnak védekezni a félelem ellen. Tak viete povedať to svedectvo, čo nám hovoril práve brat Alexander. Akkor tudtok neki olyan bizonságot mondani, amit például Sándor mondott nekünk. O tom 6-7 ročnom chlapčekovi, ktorého učil, ako má bojovať proti agresivite. Például arról a 6 vagy 7 éves fiúról, akit megtanított, hogy hogyan harcoljon az agresszivitás ellen. No a táto skúsenosť je prenosná. És ez a bizonság átvihető. Že netreba sa úplne všetko učiť na vlastných chybách. Hogy nem kell mindent a saját hibánkon tanulni. A príbehy si ľudia dobre pamätajú. És a bizonságokat az emberek könnyen megjegyzik. No a je napísané, že viera je z počutia. Le van írva, hogy a hit hallásból van. A počutie skrze Kristovo slovo. És a hallás Krisztus beszéde által. A dobre to hovorím, áno, alebo teraz. Áno, dobre. Tak tí slepci, ktorí tam boli. A vakok, akik ott voltak. Tak oni nevideli pána Ježiša. Ők nem látták az Úr Jézust. Ale počuli o ňom. De hallottak róla. A práve vtedy on vychádzal vlastne z domu toho popredného muža. Az Úr Jézus épp akkor jött ki annak a előkelő férfinak a házából, ktorému skriesil z mŕtvych dcéru. Akinek a lányát a halálból feltámasztotta. A tým, že oni to nevideli, tak im niekto musel povedať. És mivel, hogy ők ezt nem látták, valaki bizonyára megmondta nekik. Ale tým, že im niekto zvestoval, tak ich viera narastla. De ezáltal, hogy valaki ezt hirdette nekik, az ő hitük ezáltal nőtt. A zrazu mohli aj vidieť. És aztán láthattak is. A keď už videli, tak zase oni ďalej zvestovali. És ha már láttak, akkor továbbra is hirdették ők is. A hneď na to vlastne priviedli k nemu zase takého, čo rozprávať nemohol. És mindjárt utána olyat is elé vezettek, aki nem tudott beszélni. A je tam napísané, že potom, čo Ježiš vyhnal démona, nemý prehovoril. És miután az Úr Jézus kiűzte belőle a démont, elkezdett beszélni az az ember. A keď si to tak všimnete, tak vlastne jedno svedectvo vyprodukuje ďalšie a to ďalšie. És amint látjuk, az egyik bizonságból keletkezik a másik és a további bizonságok. Až na konci tej kapitoly pán Ježiš hovorí práve o tom, že žatva je veľká. A fejezet végén arról beszél az Úr Jézus, hogy az aratás nagy. No a máme sa modliť za tých robotníkov, alebo máme byť tými robotníkmi?
kell imádkoznunk a munkásokért, és nekünk is azoknak a munkásoknak kell lennünk. Aby sme túto žatvu aj dokázali zožať. Hogy ezt az aratást le is tudjuk aratni. A ja keď som nad týmto rozmýšľal, tak som si spomenul, kedysi som čítal knihu o špeciálnych bojových jednotkách. Én mikor ezt olvastam, akkor megemlékeztem arra a könyvre, amiben ilyen speciális harcosokról volt szó. A táto konkrétna špeciálna jednotka, ona nie vždy mala za úlohu len bojovať. Ez a konkrét speciális egységnek nem mindig volt az a feladata, hogy harcoljon. Ale stáť sa takým rozmnožovateľom. De hogy legyenek olyan gyarapító egység. To znamenalo, že ich prácou bolo, že v nejakej krajine ich vysadili 12. A ez úgy történt, hogy valamelyik országba őket kitették, 12-t például. A ich úlohou bolo, alebo takto, že ich 6 ich vyložili, pardon. 6-ot tettek ki. A ich úlohou bolo vycvičiť 12 partizánov, to nazvíme. És az volt a feladatuk, hogy képezzenek ki ezek a 6-an 12 harcost. Ale tak, aby tí 12 dokázali každý vycvičiť 6-ich. De úgy, hogy az a 12 még 6-ot, mindegyik közülük még 6-ot neveljen ki. Tak, a ti, aby vedeli ďalších 6-ich a ti ďalších 6-ich. És azok további 6-ot, és azok megint további 6-ot. A tým pádom to bolo dokopy 2592 mužov. Így összesen 2556 férfi volt. A vedeli vlastne takto spraviť celé hnutie odporu voči nejakej vláde. És így akkora csapat volt, hogy ellene tudtak állni egy kormánynak. A ja som si povedal, že takto keby sme vedeli viesť ľudí. És azt gondoltam én is, hogy ha így tudnánk az embereket vezetni. Že 6 by sme vedeli pánovi priniesť 2592 ľudí. Hogy 6-an tudnánk az úrhoz vezetni 2596 embert. A viete si predstaviť, že koľkých by už oni potom vedeli. És el se tudjuk képzelni, hogy ők még mennyivel gyarapítanák ezt. No a zároveň, ale keď som rozmýšľal nad tými svedectvami, de mikor gondolkoztam ezeken a bizonságokon, tak čo ma zaujalo, že čo Biblia hovorí o svedectvách? Az érdekelt, hogy a Biblia mit mond a bizonságokról. A zistil som, že svedectvo je nebezpečné. És megállapítottam, hogy a bizonság ez veszélyes dolog. A je nebezpečné pre nás? Mi számunkra is az? A je nebezpečné aj pre diabla. És a sátán számára is veszélyes. Lebo keď si pozrieme zjavenie Jána, ha megnézzük a jelenések könyvét, prvú kapitolu, 9. verš, első fejezet, 9. verš, tak je tam napísané, že ja, Ján, váš brat a spoločník súžení, kráľovstve a vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a svedectvo o Ježišovi na ostrove Patmos. Jelenések könyve 1.9. Ha megvalljuk bűneinket, nie. Zjavenie Jána. Bocsánat. Prvá kapitola, 9. A, bocsánat. És János, aki nektek atyátok fia, is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságába és tűrésében, a szigeten valék, amely Pátmosznak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonságtételéért. Zaujímavé, čiže pre Božie slovo a pre svedectvo o Ježišovi trpel. Érdekes, hogy Isten beszédéért és a bizonságért szenvedett. A potom ešte zjavení Jána v 6. kapitole, znovu 9. verš. János jelenése, 6.
9. Keď otvoril piatu pečať, videl som pod obetným oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydávali. És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonságtételért, amelyet kaptak. A v zjavení 20. kapitoli v 4. verši. Jelenések 20:4. Videl som tróny, na ne zasadli tí, ktorí dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, ktorí boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo. Aj tých, ktorí sa nekláňali šelme ani jej obrazu a neprijali znak na svoje čelo a na ruku. Ožili a kráľovali s Kristom 1000 rokov. És láték királyi székeket és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel, és látám azoknak lelkeit, akiknek fejöket vették a Jézus bizonságtételéért és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, nem annak kép, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A ešte v zjavení Jána 12. kapitola 17. verš. Jelenések 12:17. Tam je napísané, že drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a držia sa Ježišovho svedectva. Megharaguvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonságtétele. Takže tu vidíme, že svedectvo môže byť pre nás nebezpečné. Tehát ezekből az igékből is láthatjuk, hogy a bizonság a számunkra is veszélyes lehet. Ale je tu napísané, že tí vlastne, ktorí zachovali to Ježišovo svedectvo, sa nekláňali šelme. De akik megtartották a Jézusnak a bizonságát, azok nem hajoltak meg a sátánnak. A to, ako Maťko hovoril, že cíti zodpovednosť, keď slúži. És ahogy a Maťko is mondta, hogy felelősséget érez akkor, amikor szolgál. Tak naozaj je to tak, že služba nás posúva v tej zodpovednosti. Tényleg úgy van, hogy a szolgálat felelősségre víz bennünket, és előre víz. Aj apoštol Pavol píše, že káznim svoje telo, aby som nezlyhal, kým druhým kážem. Pál apoštol is azt mondta, hogy megfeddem a testemet, hogyha másnak szolgálok, én is ne úgy járjak. Tak a aj preto vás chcem povzbudiť, že keď otvoríme ústa, nájdeme tú odvahu a otvoríme ústa, ezért buzdítlak benneteket, hogyha mi is megnyitjuk a szánkat, tak zároveň to nás vychováva, akkor ez minket is nevel. A chce to jasné, že aj prax naučiť sa to svedectvo povedať tak plynulo, jednoducho, trefne. Persze kell ehhez gyakorlat is, hogy ezt folyamatosan, céltudatosan tudjuk mondani. A niekedy ale stačí aj nadšenie. És valamikor elég a buzgóság is. Lebo predpokladám, že aj tí slepí v tej dobe asi nemali nejaké školy. Mert feltételezem, hogy azoknak a vakoknak is abban az időben nem voltak iskoláik. Ale zrazu videli. De egyszeriben láttak. Vyštartovali a nikdy ich nemohol zastaviť. Dokonca aj Pán Ježiš ich brzdil. És rögtön kiindultak. Meg se lehetett őket állítani, még az Úr Jézus is fékezte őket. Aj tak roznesli hír po celej tej zemi. Úgy is szétvitték a hírt az egész országban. No, ale hovoril som, že svedectvo je nebezpečné aj pre toho zlého. Azt is mondtam, hogy a bizonság veszélyes a gonosz számára is. Tak keď si otvoríme zjavenie Jána 12. kapitolu, és ha megnyitjuk a jelenések könyvének a 12. részét. A tam je to od 10. po 12. verš. 10-től a 12-ig. A na to som počul mohutný hlas z neba.
teraz nastala spása a moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ten, čo na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom. Ale oni na ním zvíťazili pre krv baránkovú slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život tak, aby sa zlakli smrti. Preto radujte sa nebesia aj vy, čo v nich bývate, beda však zemi i moru, pretože diabol zostúpil k vám veľmi nazlostený, lebo vie, že má málo času. És hallék nagy szózatot az égben, amely azt mondja, most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma. Mert a mi atyánk fiainak vádlója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal, a mi Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Annak okáért örüljetek, egek, és akik lakoztok azokban, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, hogy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Takže mi víťazíme. Mi győzünk. Víťazstvo pre nás vydobil Pán Ježiš. A győzelmet az Úr Jézus harcolta ki számunkra. A to je víťazstvo skrze baránkovú krv. És ez a győzelem a bárány vére által. Ale je tam, že aj slovom svojho svedectva. De ott van az is, hogy a bizonyságtétel szavával. A, viete, v obchode sa hovorí, tudjátok, az üzletben azt mondják, že keď ja poviem, že tento stôl je drevený, hogyha én azt mondom, hogy ez az asztal fából van, tak ešte nemusí byť drevený. Az nem biztos, hogy fából van. Ale keď klient povie, že ten stôl je drevený, de ha a vásárló mondja, hogy az asztal fából van, je drevený. Akkor az az asztal fából van. A ľudia neradi idú proti tomu, čo sami povedali. Az emberek nem szívesen mennek az ellen, amit egyszer mondtak. A takže keď ja budem hovoriť zlé veci, ha én rossz dolgokat fogok mondani, tak rád pôjdem v tých zlých veciach. Akkor ezekben a rossz dolgokba fogok járni. Lebo ak ja sa budem chváliť, že ja dokážem vypiť 10 pív, ha én úgy fogok dicsekedni, hogy 10 sört meg tudok idni, a príde na to situácia, és ha jön ez a situáció, tak aby som si zachoval tvár, tak vypijem 10 pív. Hogy megtartsam az arcomat, akkor megiszom a 10 sört. Neviem, ako ja by som si tvár zachoval po 10 pívach, ale asi. Én nem tudom, hogy tudnám az arcomat megtartani 10 sör után. Ale určite by som si ja sám nespoznal. Takže. De bizonyára magamra se ismernék. Ale ak ja budem hovoriť o Pánovi Ježišovi, de ha én az Úr Jézusról fogok beszélni, tak aj Pán Ježiš sám povedal, že ak niekto bude má nazývať pánom, tak nebude ma hneď vedieť aj preklínať. A Úr Jézus azt mondta, hogy ha valaki engem úrnak fog nevezni, az akkor rögtön nem fog tudni engem átkozni. A pre mňa je to obrovským povzbudením, že ja sa vôbec nemusím báť. Az én számomra ez óriási buzdítás, hogy nem kell félnem. Lebo ten tretí bod toho víťazstva je v tom, že nemilovali svoj život tak, aby sa zlakli smrti. Mert az van megírva, hogy nem szerették úgy az életüket, hogy megijedtek volna a haláltól. A keď my položíme všetko Pánovi Ježišovi, aj náš život, aj našu smrť, hogyha mi mindent az Úr Jézusnak teszünk le, az életünket és a halálunkat is, tak mi vieme, že krv baránková zvíťazila, akkor tudjuk, hogy a bárány vére győzött, a mi o tom rozprávame. És mi arról beszélünk. A ja už som to tu určite hovoril. Én már ezt bizonyára mondtam. Ale keď som aj svedkom bol toho, že niekto bol uzdravený, hogyha tanulja voltam annak, mikor valaki meg volt gyógyítva. Pre mňa je vždy najväčšia radosť, keď niekto je spasený. Ennek ellenére számomra a nagyobb öröm az, hogyha valaki meg van váltva. A preto vás chcem aj tak s láskou poprosiť. Ezért akarlak benneteket szeretettel megkérni.
Že nebuďte nadšení len z tých svedectiev, ktoré sú také obrovské že nejaké obrovské uzdravenie sa tam udialo. Hogy ne legyen csak örömetek azokban a dolgokban, amikor nagy gyógyulások történtek. Ale naučme sa tešiť z toho, z čoho sa radujú aj v nebi. De tanuljunk meg annak is örülni, aminek örülnek a mennyben. Aby aj tie svedectvá sme tak vedeli rozprávať, aby ľudia prichádzali k Pánovi Ježišovi. Hogy azokat a bizonyságokat úgy tudjuk mondani, hogy az emberek az Úrhoz térjenek. A potom môžu prísť aj uzdravenia, oslobodenia. És utána jöhetnek a gyógyulások is és szabadulások. Ale bez toho to nepôjde. Mert ennélkül ez nem megy. Teraz nedávno sme sa modlili napríklad za jedno dievčatko. Most nemrég imádkoztunk egy kislányért. A mne sa veľmi páčila reakcia práve brata Alexandra. És nekem nagyon tetszett Sándornak a mondása. Lebo povedala, aký má problém. Mert megmondta, hogy milyen problémája van. A brat Alexander sa jej opýtal, že a ty už si prijala Pána Ježiša za svojho pána. És Sándor megkérdezte tőle, hogy te már elfogadtad az Úr Jézust uradnak? A ona, že a tak. És egy félváról, hogy úgy, igen. A on jej povedal, že tak vieš, to tak, to je také o ničom. Sándor mondta neki, hogy az annyi, mint a semmi. Tak, čiže teraz ťa budem viesť Pánovi Ježišovi. Tehát most foglak vezetni az Úr Jézushoz. Ty ho príjmeš. Te befogadod őt. A potom budeš slobodná. És utána szabad leszel. A tak sa aj stalo. És így is történt. A to je vždy také úžasné vidieť, ako sa tvár toho človeka premení. És úgy jó ezt látni, mikor az embernek megváltozik az arca. Že keď príde poviazaný niečím. Valami kötöz. Či je to už strach, alebo nejaké hriechy. Hogy félelem, vagy valamilyen bűn. Alebo nejaké iné poviazania. Vagy más megkötözöttség. A ten človek odchádza uvoľnený s radosťou. És az ember utána elmegy így megszabadulva örömmel. Jeden takto brat prišiel a hovorí, cítim sa o 20 kilo ľahší. Volt egy testvér, aki azt mondta, hogy 20 kilóval könnyebbnek érzem magam. No, ale aj toto dievčatko odišlo slobodné a s úsmevom. Ez a kislány is szabadon és mosolyal az arcán ment el. A pre mňa je toto vždy takým svedectvom, že Pán Ježiš nás veľmi, veľmi miluje. És ez számomra ez bizonyság, hogy az Úr Jézus bennünket nagyon-nagyon szeret. A on vie, čo je dobré, čo je dokonalé a čo mu je príjemné, tak ako Maťko čítal. Tudja, és tökéletes. A čo mu je príjemné. És mi kedves számára. A my vlastne sa musíme naučiť chodiť v tejto jeho vôli. És nekünk meg kell tanulnunk ebben az ő akaratába járni. Tak buďte veľmi požehnaní. Legyetek nagyon áldottak. Buďte odvážni. Legyetek bátrak. A rozprávajte o Pánovi Ježišovi. És beszéljetek, tegyetek bizonságot az Úr Jézusról. A tie svedectvá budú pribúdať. És azok a bizonságok gyarapodni fognak. Tak buďte veľmi požehnaní. Legyetek áldottak. A ak by mal niekto nejaké svedectvo, čo Pán Boh koná v jeho živote. Ha lenne valakinek bizonsága, hogy az Úr Jézus mit cselekszik az ő életébe. Alebo ako víťazí svedectvami práve nad tým zlým. És hogy hogyan győz éppen ezekkel a bizonságokkal. Tak budeme veľmi vďační za povzbudenie. Nagyon hálások leszünk ezért a buzdításért. Pár hónapja beszéltem arról, hogy ugye nem vettek fel abba az iskolába, ahova szerettem volna menni. Troma mesiacmi som hovorila o tom, že ma nezobrali do tej školy, kam som chcela ísť. És hát ugye jelentkeztem másik iskolába. Tak som sa prihlásila do inej školy.
És ezt úgy elfogadtam, hogy jó, hogy akkor most itt leszek egy évig, és aztán majd átjelentkezek. Tak som sa s tým tak upokojila. Dobre, budem tu jeden rok a potom sa znova prihlásim, kde som chcela ísť. És hát ide Komáromba járok egyetemre. Tu v Komárne chodím na univerzitu. Matekémia, pedagógia szakra. Študujem matematiku a chémiu. És hát nem ez volt az elképzelésem. Ale nie, toto boli moje, takéto boli moje predstavy. És így ezt az egészet átadtam az Úrnak, hogy Uram, te cselekedj, amit akarsz. A celé som to odovzdala Pánovi, som mu povedala, že Pane, ty ma veď podľa tvojej vôle. És így ezt így elengedtem, ezt az egész dolgot. Ja som to všetko tak pustila z rúk. És hát ugye jártam iskolába, tanultam, tettem a dolgom. Chodila som do školy, učila som sa, robila som, čo bolo potrebné. És ez alatt a pár hónap alatt, amíg én ugye, hát is rendesen iskolába jártam. A za tých pár mesiacov, čo som chodila do školy. Én olyan, egyszerűen olyan békességet kaptam az Úrtól, olyan leírhatatlan nyugalmat. Ja som dostala taký pokoj v tom od Pána. És olyan mélységet mutatott meg az ő szeretetéből, amit még eddig soha nem láttam tőle. A takú hĺbku jeho lásky som uvidela, ktorú som doteraz nikdy neprežila. És aztán így kérdeztem az Úrtól, hogy hol akarsz engem látni. Tak som sa pýtala Pána, kde ma chceš ty vidieť. Mert itt az iskolában is azt kell tudni, hogy én egyedül vagyok a kémia szakon. Lebo tu na tejto škole treba vedieť, že ja som jediná študentka chémie v tomto ročníku. És hát ugye nagyon szeretnének itt tartani, mert ha én elmennék, akkor kiesnenék egy év folyam. A ja by som tu chcela ostať, lebo keď by som vypadla, tak chcú, aby som tam ostala, lebo by im vypadol tento ročník. És hát így az Úr elé vittem, hogy ezt mutassa meg nekem, hogy hol van az én helyem. Tak som sa pýtala Pána, kde je moje miesto. És hát itt is szolgálok ebben a gyülekezetben, és mutatta, hogy itt van a te helyed, mert itt van a te otthonod is. Pán mi odpovedal, lebo aj tu slúžim v tomto zbore, že tu je tvoje miesto, tu je tvoj domov. És így már, hát amúgy nagyon korán felmerült ez a kérdés bennem, hogy hol van az én helyem. To úplne hneď na začiatku sa vo mne vynorila táto otázka, že kde je moje miesto. És ahogy teltek a hetek, hónapok, akkor így teljes nyugalmat kaptam és békességet abban, hogy itt maradjak. A ako plynuli týždne, mesiace, ja som v tom úplne dostala pokoj, že tu mám ostať. És hogy itt fejezzem, itt végezzem el a főiskolát, egyetemet. A tak tu ostanem a dokončím túto univerzitu. Úgyhogy nekem így ennyi lenne a bizonyságom. Tak toľko to je môjho svedectva. Még lenne egy ima kérésem. A ešte by som mala jednu modlitebnú prosbu. Holnap van egy, hát egy vizsgám, egy írásbeli vizsgám. Zajtra mám jednu písomnú skúšku. És nem túl egyszerű, mert ilyen napokban jöttünk rá osztálytársaimmal, hogy hát amit a tanár úr nekünk átadott, ez elég kevés. A nie je to jednoduché, lebo to, čo nás naučil ten pán učiteľ, na to sme prišli aj ja, aj moji spolužiaci, že je to dosť málo. És így, hát ma is kommunikáltunk egymással, és így gondolkoztunk, hogy mi lesz holnap, mert egyszerűen kilátástalan a helyzet.
A dnes sme komunikovali so spolužiakmi spolu, že čo bude zajtra, lebo nevidíme nejaké východisko, ani moji spolužiaci. Tak toto by som mala ako prosbu. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Ďakujem, že ste ma vypočuli. A na akú známku by si chcela spraviť skúšku? Hát én a legjobbra szeretném. Ja by som chcela na najlepšiu známku spraviť tú skúšku. Remélem. Tak najbližšie tvoje svedectvo bude to, hovorí Alexander, že bude to tak. A ja ťa budem prekladať. Môžem to nedelne povedať. Nech sa páči, na to som myslel. Áno. Lebo to by som chcel doplniť. Áno, dobre. Ale skús po slovensky, ja zaujím po maďarsky, dobre? Dobre, skúsim po slovensky. Tak bolo tu v nedelu zhromaždenie. Vasárnap volt itt gyülekezet. A Csongor kázal, mal slovo. A testvért prédikált. Boli tu aj tri ženy z Levíc. Bolo tu három testvérnő Léváról. A jedna z nich mala modlitebnú prosbu. Az egyik közülük egy ima témával jött. Lebo má trojročného vnúčika. Van egy három éves unokája. A ten už niekoľko týždňov mal veľký problém s vyprázdňovaním za stolicou. Jó pár hete már ürülési problémái voltak, székletrekedése. A oni už sa tam, tie ženy, aj modlili v Leviciach za neho, ale nič sa nezmenilo. Ottani testvérnők már ott léván imádkoztak érte, de nem történt semmi. A tak Csongor dal výzvu, že aby sme sa teda modlili. Myslím, že ženy si vyzval, že nejaké ženy, alebo jak, neviem už, jak si to povedal. Szolgáló testvér felhívott testvérnőket, hogy lehet imádkozni ezért a testvérnőre, akinek a unokájának van ez a problémája. A tak sme vyšli tri. És akkor kijött a három testvérnő. A modlili sme sa za toho chlapčeka Alexa. És akkor itt ez a három testvérnő imádkozott ezért a unokáért. A my sme sa tu trošku ešte zdržali s Ivanom po zhromaždení. Gyülekezet után még itt maradtunk a férjemmel, az Ivánnal. Prišli sme domov, bolo 8 hodín večer, aj 5 minút. 8 óra 5 perckor hazamentünk. A už mi hneď volala jedna z tých sestier. És azokból a testvérnőknél az egy hívott engem telefonon. Že modlitby boli vypočuté. Z imádkozások meghallgatása találtak. Že mali už trikrát kakal. És hogy a unoka már háromszor volt nagy vécén. Tak sláva Pánovi Ježišovi, vďaka. Dobre, ja budem pokračovať, dobre? Dobre. És akkor mondom magyarul, de megkaptam ezt a üzenetet én is reggel. A ja som dostal tento odkaz dnes, vtedy ráno. Hogy Isten egy ima meghallgattatást végzett. Že Pán Boh vypočul modlitby. Másnap ez a testvérnő felhívott. Na druhý deň mi volala tá sestra. Elmondta személyesen, hát a telefonba ezt a bizonságtételt. Povedala mi do telefonu toto svedectvo. De utána elmondta azt a problémát is, hogy ez a probléma ismét visszajött. A povedala, že ten problém znova sa vrátil. De más dologgal is meg lett támadva ez a gyermek. Ale aj iné problémy, nejaké útoky boli na to dieťa. És akkor volt imádkozva telefonon is. A tak bolo modlené za to dieťa aj po telefóne. De nem ez miatt szerettem volna ezt, hogy ez a bizonság elhangozzon. Ale nie kvôli tomuto som chcela, aby to svedectvo odznelo. Hanem itt van egy érdekesség az egészben, amit
a mi véget ezt el szeretném. Ale je to taká zaujímavosť v tom celom, kvôli čemu som chcel, aby to tu odznelo? A testvérnő, amikor ma mondta ezeket a dolgokat a telefonba. Lebo tá sestra, keď dnes hovorila o týchto veciach do telefonu. Időpontokat említett. Tak nejaké také termíny, alebo časové termíny spomínala. És azt fogom most elmondani. A to teraz poviem. Amikor mielőtt megkezdődött volna a gyülekezet, akkor én kimentem ebből a testvérnővel ezért a problémáért imádkozni. Lebo ešte predtým, ako tu bolo zhromaždenie, ja som vyšiel von sa s touto sestrou modliť. A másik időpont, amikor a közösségnek a vége felé jártunk, és ez a testvérnő megszólította az egész közösséget, hogy ismét imádkozzunk ezért a gyermekért. Potom počas zhromaždenia tá sestra vyšla von a poprosila zhromaždenie, aby sa celé zhromaždenie znova modlilo za toto dieťa. És azt mondta, hogy pontosan ezekben az időpontokban, amikor volt az egyik imádkozás, és volt a másik imádkozás, akkor végezte el a gyermek a vécén a dolgait. A práve v týchto termínoch, keď bol odznela prvá modlitba, aj druhá modlitba, tak vtedy to dieťa sa vykakalo. Vyprázdnilo. Azért érdekes, mert a Bibliában is már volt egy hasonló dolog. A preto to hovorím, lebo aj v Biblii bola podobná vec, je opísaná. Amikor az Úr Jézus egy nővel vagy egy férfivel, nem tudom pontosan, beszélgetett, és a szolgája vagy a gyermeke otthon feküdt lázosan. Lebo Pán Ježiš, keď sa Pán Ježiš modlil, Itt nem csak egy, hanem itt három példázat, itt valami nagyon hasonló a Bibliában. Sú rôzne podobné takéto svedectvá, ale Csongor tu spomíná také, kde Pán Ježiš sa modlil za nejaké dieťa. Nemodlil sa, nem imádkozott, csak menj haza, meggyógyult a te szolgád, vagy menj haza és a... Aha, že Pán Ježiš povedal, že chod domov, uzdravený je tvoj sluha, alebo chod domov, uzdravené je tvoje dieťa. Az a szolga. És amikor ez a férfi hazament és érdeklődött, hogy mikor gyógyult meg, abban az órában, amikor az Úr Jézus szólt. A keď sa pýtali, teda zisťovali presný čas, že kedy bol uzdravený ten človek, ten muž, tak bolo to presne v tom čase, keď Pán Ježiš prehovoril. Ugyanezt a csodát az Úr közöttünk megtette. A taký istý zázrak Pán Ježiš urobil tu medzi nami. Az ő dicsőségére és a mi hitünknek a növekedésére. Na jeho slávu a na budovanie našej viery. Ďakujem. Ja som vyšla, lebo to svedectvo pokračuje. Azért jöttem ki, mert ez a bizonyság folytatódik. Lebo aj mne prišla v pondelok ráno SMS-ka. Mert nekem is jött hétfőn reggel egy SMS. Že teda to dieťa, ten chlapček je v poriadku. Hogy az a kisfiú rendben van. A ja som sa veľmi potešila. Nagyon megerültem neki. Lebo také trápenie s deťmi, to je najväčšie trápenie. Mert olyan szenvedés a gyerekkel, az a legnagyobb szenvedés. No, a môj syn prišiel ten deň zo školy. Az én fiam aznap megjött az iskolából. A bolela ho hlava. És fájt a feje. A bol aj taký bledý. És on sápat is volt. A aj mi hovoril, že si pôjde lahnúť, že není mu dobre. Mondta, hogy lefekszik, mert nem jól érzi magát. No a vlastne aj si išiel skorej lahnúť okolo 6:30. És korábban ment lefeküdni, mint máskor, körülbelül 6:30 este. A ja som hovorila, že sa budem za neho modliť. És én mondtam neki, hogy imádkozok, érted? A som povedala toto svedectvo o tomto chlapčekovi. És elmondtam neki ezt a bizonságot erről a kisfiúról.
A som úplne videla, že keď som mu povedala, tak vlastne bol taký povzbudený veriť. És láttam rajta, hogy mikor elmondtam neki, akkor fel volt buzdulva arra, hogy hisz neki. Hisz ebben. A on keď si ľahol, tak mal takú zimnicu. És mikor lefeküdt, akkor olyan hideg lelése volt. Veľmi mu bola zima. Dve periny som na ňo dala, ešte mikinu mal. Nagyon fázott, két dunyhát raktam rá. No a vlastne on sa o hodinu sa zobudil. Ő egy óra múlva felébredt. A ja som ho vtedy skúšala, že, ako, že či mu horúčka nezačala, alebo tak. És ellenőriztem, hogy a láza, hogy van-e neki. No, a bol veľmi horúci. És nagyon forró volt a feje. Ale on sám mi povedal, že mami to preto, lebo dve periny a mikina. Ő azt mondta, hogy ez azért van, mert a két dunyha van rajta. No, ale vyzliekol sa teda, zakryla som ho iba jednou. Levetkőzött, és akkor csak egyet tettem rá. Ale som ho chytila za ruku. És megfogtam a kezét. A tak som sa, som sa tak potichu modlila. És csendben imádkoztam. Že som to posílala preč. És elküldtem. Tú horúčku. A lást. Som nad ním vyhlasovala uzdravenie v mene Pána Ježiša Krista. És kijelentettem felette a gyógyulást az Úr Jézus nevében. A naozaj tak asi, ja neviem, v priebehu 10 minút. És tényleg van 10 perc múlva. Mal úplne normálnu teplotu. Normális hőmérséklete lett. A ráno vlastne vstal úplne, nič mu nebolo. És reggel úgy ébredt, hogy semmi baja sem volt. A co mu aj tak hovorila, že sláva Bohu, že počul, že on je živý. És mondtam, hogy hála Istennek, hogy hallhatta, hogy, és láthatta, hogy az Úr Jézus élő. Amen. 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 A ešte, ako brat hovoril. És még ahogy a testvér mondta. Tak, o tom, že vlastne tie svedectvá pôsobia ďalšie svedectvá. Hogy a bizonságok, újabb bizonságokat hoznak. Tak sa mi pripomenulo slovo z písma. Megemlékeztem a írásra, az igébe. A to je v Efezsanom 3. kapitola. Efézus beliekhez írt levél, 3. rész. Tam sa vlastne Pavol modlí za veriacich. Pál imádkozik a hívőkért. A vlastne od 17. verša do 19. 3:17-19. Tam je napísané, že aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení v láske a pevne založení, dokonale vládali pochopiť so všetkými svätými, aká je to šírka a dĺžka, hĺbka a výška a poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum, aby ste boli naplnení vo všetku plnosť Božiu. Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Amen. Amen. A to znamená, že vlastne tú lásku Kristovu. Ez azt jelenti, hogy a Krisztus szeretetét. Vieme pochopiť len spolu. Že tú výšku, dĺžku, hĺbku a šírku. Hogy a Krisztusnak a szeretetét, a mélységét, hosszúságát csak egybe tudjuk megérteni. Vieme. Együtt. Že raz v nebi si budeme hovoriť všetky tie svedectvá. Raz v nebi si budeme hovoriť všetky tie svedectvá. Hogy a mennybe egyszer fogjuk mondani az összes bizonságot. A každú tú situáciu, kde sme Pána zažili. És mindazokat a eseteket, amit az Úrral megéltünk. A všetko to pozbudenie a tú lásku, ktorú nám dal. És mindazt a buzdítást és szeretetet, amit adott nekünk. Amen.
Akar még valaki? Veľmi som vďačný za to, že tu zaznievajú veľmi praktické veci viery. Nagyon hálás vagyok azért, hogy itt praktikus hit beszédek történnek. A veľmi som vďačný za to, Mirko, že si práve tejto veci sa dotkol, že vlastne svedectvo povzbudzuje k novému svedectvu a že proste a to je, tým vlastne rastie aj viera toho, ktorý to hovorí. To nie len tí ľudia, niekedy tí ľudia neporozumejú, čo ten človek chce povedať. A možno, hála, hálás vagyok Mirkónak, hogy ezt a témát hozta, és pedig azt, hogy a bizonyság újabb bizonyságokat hoz, és az a bizonyság annak a illetőnek a hitét is növeli, aki mondja, és azokét is, akik hallják. No a teraz by som vám chcel toto na svojom vlastnom príklade života toto potvrdiť. Most ezt a saját életemben szeretném bebizonyítani ezt, hogy ez így van. Példáján. Chodil som ako mladý kresťan do zboru. Jártam, mint fiatal keresztény gyülekezetbe. Nechcem hovoriť názov, aby niekto... Nem mondom, hogy hova. Nemal pocit krivdy, že to hovorím. Nehogy valakit ez érintsen. Ale tam nezaznievali veľmi svedectvá. De ott nem nagyon hangzottak el bizonságok. A keď aj zaznievali, tak neboli to také veci, ktoré by boli z ducha, tak proste také z viery. És ha el is hangzottak, nem voltak olyanok szellemiek, amik hitből lettek volna. Teda, keď som sa dostal do Banskej Bystrici, mikor Besztercebányára kerültem, tak Pán Boh mi dal do cesty jedného mladého Božieho muža. Az Úr egy fiatal Isten emberét küldte elém. A proste on hneď prvé, jak sme sa prvý rozhovor mali, mi povedal svedectvo. És ő, mikor az első találkozásunkkal mindjárt bizonyságot mondott nekem. A povedal, dnes som sa doma modlil na kolenách. Azt mondta, hogy ma reggel térdemen imádkoztam otthon. A Duch Svätý mi zjavil, že do zhromaždenia príde jeden chlapec, ktorého ja neznám. És a Szent Szellem megjelentette nekem, hogy a gyülekezetbe fog jönni egy fiatal ember, akit nem ismerek. A ty sa ho zaujmi, lebo ja v ňom mám pripraveného svojho služobníka. És te foglalkozz vele, mert nekem szolgálom lesz ez a fiatal ember, elkészítve. Volt a veľmi múdry človek. Nagyon okos ember volt. Aj zbehli v písme. És a igében jártas. Ale on proste nehovoril mi, keď sa mi venoval, nehovoril mi nejaké hlboké tajomstvá z písma. De amikor velem foglalkozott, nem mondott mély dolgokat az igéből. Ale hovoril svoje osobné skúsenosti. De a saját bizonyságait mondta nekem. A ja som ako Alenka v Ríši divov sa díval, že aj takéto niečo existuje. És én csak nagyon csodálkoztam, hogy ilyen dolog is létezik. A veľmi som zatúžil mať také skúsenosti ako on. És nagyon vágytam arra, hogy olyan tapasztalataim legyenek, mint neki. A proste on mi takú duchovnú stravu dal, ktorá mi priniesla chuť do duchovného života. Ő olyan szellemi ételt adott nekem, hogy étvágyat adott a szellemi életre.
A veľmi som pozoroval jeho život. És nagyon figyeltem az ő életét. A veľmi som úplne až žasol nad tým, že každý týždeň, keď sme sa stretli, mal nové a nové svedectvá. És nagyon csodálkoztam azon, hogy mikor találkoztunk hétről hétre, mindig új bizonságai voltak. A viete, v tých svedectvách ja som videl ten hlboký osobný vzťah s Pánom. És tudjátok, ezekben a bizonságokban én láttam azt a mély kapcsolatot az Úrral. A ja som veľmi zatúžil, ako mladý chlapec, ako bol som ešte vlastne študent. És nagyon vágytam rá, mint fiatalember, még tanultam. A proste, a modlil som sa za to, aby som aj ja mohol mať taký vzťah s Pánom, aby prichádzali tie svedectvá do mojho života. És imádkoztam azért, hogy nekem is ilyen bizonságok legyenek az életemben. A Pán Boh videl moju túžbu. És az Úr látta az én... A začal mi dávať do cesty rôzne skúsenosti. És adott az én utamba különböző tapasztalatokat. A tento brat, on dovolil, aby som mu aj ja svoju skúsenosť povedal a trpezlivo ma vždy vypočul. És ez a testvér megengedte nekem, hogy az én tapasztalataimat is elmondjam, és türelmesen végighallgatott. A moje zďaleka neboli také pekné a také proste slávne ako jeho, ale boli, aké boli. Boli to počiatky. Az én bizonságaim nem voltak olyan nagyok, szépek, mint az övé, de kezdetlegesek. Ale keď som už tak, proste, tá moja viera začala rásť cez tie svedectvá moje, Mirko, to, čo si ty hovoril, je veľmi dôležitý moment. De mikor az én hitem kezdett növekedni a bizonságok által, ez nagyon fontos dolog. Ktoré som sám hovoril. Amiket saját magam mondtam. A začal som pozorovať na pôsobenie Boha v mojom živote. Kezdtem figyelni Istennek a cselekedetét az én életemben. Tak naraz toto začalo rásť. És akkor ez hirtelen kezdett növekedni. Rásla moja viera. Növekedett a hitem. A rástlo aj to hlboké vedomie toho, že proste je v mojich očiach Boh stále väčší a väčší. És növekedett az a mély tudat bennem, hogy Isten mindig nagyobb és nagyobb. Tak som sa odvážil prihlásiť zhromaždení. És úgy eltököltem magam, hogy jelentkezek a gyülekezetben. A že poviem to, čo som prežil týždni s Pánom. És hogy elmondom azt, amit a héten megértem az Úrral. No, to som nemal asi robiť. No, azt nem kellett volna tennem. Začal taký boj voči mne v cirkvi. Olyan harc kezdődött ellenem a gyülekezetben. A všelijaké narážky, že sa chválim a vyvyšujem. Mindenféle megjegyzések, hogy dicsekedek és... V živote by ma to nebolo napiadlo, že by som sa chválil alebo vynvyšoval. Életemben nem gondoltam arra, hogy dicsekednék. Ale som mal radosť toho, že v mojom živote začalo niečo fungovať, čo dovtedy roky nefungovalo. De örömöm volt abban, hogy az életemben elkezdett működni a dolgok, ami eddig nem működtek. A čakal som, že tým, ktorým to budem rozprávať, že aj oni sa spolu so mnou budú radovať a možno, že mi tak zatlieskajú, ako dneska tu sa zatlieskalo. És vártam, hogy akiknek elmondom, ők is örvendezni fognak, és velem együtt, úgy, mint ahogy itt ma. Ale videl som, že tie pohľady také boli, ako keby som im zjedol večeru. De hát úgy néztek ki, mintha megettem volna vacsorájukat. Nakoniec došlo k tomu, že aj ja, aj ten brat, ktorý ma učil v tomto chodiť, v týchto svedectvách, sme ostali takí ako keby diskriminovaní v tom spoločenstve a nepríjemní. A vége az lett, hogy aztán én és ez a testvér ilyen kiközösítve lettünk a gyülekezetbe. A tak sa na nás dívali bratia, sestri, cez prsty, že my dvaja sme iní v tom spoločenstve. S úgy ferdén néztek ránk, mert hogy mások vagyunk abban a gyülekezetben. Ale musíte si uvedomiť, že keď to spoločenstvo nebolo ochotné prijať,
tak my sme sa z tomu radovali, že proste ako predivne začína tá naša viera fungovať v tom praktickom živote. Annak ellenére, hogy a gyülekezet nem fogadta el, mi örvendeztünk azon, hogy az életünkben működik a Istennel való kapcsolat. Ale musím vám povedať, že tí ľudia v tom spoločenstve, ktorí to doopravdy brali s Pánom, tak tí z toho mali požehnanie. De mondhatom azt, hogy azok a keresztények a gyülekezetben, akik ezt komolyan vették, azoknak áldással vált az életük. Ale najväčšie požehnanie sme mali my, ktorí sme tieto skúsenosti prežívali. De a legnagyobb áldás a miénk volt, akik ezeket a bizonságokat megéltük. Ja teraz nechcem súdiť ani posudzovať, že kto čo ako, to je každého osobná vec. Én most nem akarok bírálni senkit, hogy ki, hogyan, miként, ez mindenkinek a saját. Ale tieto svedectvá došli, tie stále rástli v mojom srdci, celé roky. De ezek a bizonságok a évek folyamán állandóan növekedtek az én életembe. A dnes vám môžem povedať, že každý deň prežívam zázraky Božie. Každý deň. Most mondhatom nektek, hogy minden nap csodákat élek meg az életembe. Nechválim sa, radujem sa. Nem dicsekszek, örvendezek ezen. Je to na moje povzbudenie, veľmi potešenie. Ez az én örömömre van. A keď vidím, že niektorí v tom svojom kresťanstve vyhoria, tak viem prečo. És látom, hogyha valakik a keresztény életbe kiégnek, akkor tudom miért. Pretože nemajú osobného svedectva. Lebo, mert nincsen nekik személyes bizonságok. A ja som veľmi vďačný, že si do tohoto tak proste zabrdol, alebo jak to mám povedať, že si do toho to pohol tieto veci, Mirko. És hálás vagyok ezért neked, Mirko, hogy ezt a témát hoztad. A ja vám chcem povedať, že tak veľké veci prežívam a zázraky, že niekedy sám to neviem uveriť, ale mám problém to obsiahnuť a porozumieť, že čo sa vlastne stalo. És mondhatom nektek, hogy olyan csodákat élek meg, hogy magamnak is nehéz megérteni, hogy mik történnek. Túto nedelu som slúžil v Polsku. Ezen a vasárnapon Lengyelországba szolgáltam. A približne okolo 1000 poslucháčov som mal. És körülbelül 1000 hallgatóság volt. Proste taká Božia prítomnosť tam zostúpila. Olyan Isten jelenléte szállt le. Že bolo vidieť, že ľudia plačú nad svojimi hriechami a oddávajú svoje životy Pánu Ježišovi. Lehetett látni, hogy az emberek sírtak az ő bűneiken, és átadták életeiket az Úrnak. A keď už so všetkými som sa tak venoval, ktorí potrebovali. És mikor mindenkinek szolgáltam, akinek szüksége volt rá. Prišla jedna babička so svojou vnučkou. Jött egy idős néni az ő unokájával. A tá vnučka mala hlboké depresie. És ennek a unokájának mély depressziója volt. A také ťažké depresie mala, že museli ju dňom i nocou strážiť. Olyan nehéz depressziója volt, hogy éjjel-nappal kellett őrizni. Lebo proste to dieťa bolo by schopné spáchať samovraždu. Mert ez a gyermek képes lett volna öngyilkosságra. A Duch Svätý odhalil korene tých problémov. A Szent Szellem leleplezte a gyökerét ezeknek a problémáknak. A slúžil som tomuto dieťaťu. Szolgáltam ennek a gyermeknek. Predstavte si, na vlastné oči som videl. És képzeljétek el, hogy saját szememmel láttam. Ako ju Pán Ježiš oslobodil. Hogy az Úr Jézus hogyan megszabadította. Ako ju uzdravil to dieťa. Meggyógyította ezt a gyermeket. A ako plesalo, ako sa radovalo. És hogy örvendezett ez a gyermek. Viete, dieťa je veľmi úprimné. A gyerek nagyon őszinte. A ono nehrá.
Nem játszik. A ono proste, ona prežila oslobodenie, radosť, úplne zmenená tvár. Babička sa dívala na svoju vnúčku, ju nepoznávala. Átélte a szabadságot, öröme volt, a nagymamája majdnem nem ismert rá. Takú mala radosť aj tá babička. A nagymamának is nagy öröme volt. No a aby som ešte doplnil to, čo si spomínal, toho chlapčeka, ktorý sa naučil bojovať voči agresii. Hogy még betöltsem azt az esetet, amiben az a 6-7 éves fiú megtanult harcolni a gonoszsággal. Tak predstavte si, že dnes som tu už bol s nimi. Gondoljátok el, hogy ma itt voltam velük. Pred týmto zhromaždením. Ez előtt, a gyülekezeti alkalom előtt. A chlapček mi doniesol nakreslené obrázky. És a kisfiú hozott nekem rajzokat, amiket ő rajzolt. A ja som mu slúbil, že ak mi nakreslí obrázky, tak aj ja jemu nakreslím nejaké. Én megígértem neki, hogyha ő fog nekem rajzolni, akkor én is fogok neki rajzolni. A on to nezabudol a doniesol krásneho papagája, jak nakreslil. És ő ezt nem felejtett el, és gyönyörű papagájt rajzolt. Krásneho leoparda mi nakreslil. Gyönyörű leopárdot. Vidieť, že to sú detské ťahy, ale perfektné. Látszott, hogy gyermeki vonásokkal, de szép volt. A potom som mu ja nakreslil leva aj s malými lvíčatami. Utána én rajzoltam neki oroszlánt a kölykeivel. A tak som mu povedal, naučíš sa toto pekne malovať a na budúce, keď sa stretneme, tak mi donesieš proste svoju kresbu a dokonca farebne to môžeš vymalovať. És mondtam neki, hogy megtanulod ezeket kifesteni, ezeket a képeket, és a legközelebb, amikor jössz, akkor elhozott nekem. Ale vám chcem niečo povedať, nie už o chlapcovi, ale o tých rodičoch. De még a szülőkről is akarok mondani valamit. Ich tváre žiarili radosťou. Az ő arcuk örömmel teli volt. Lebo to, čo ani psychológovi, ani psychiatri nedokázali. Mert amit a pszichológusok és pszichiáterek nem tudtak. Tak to dokázal Pán Ježiš v živote tohoto chlapčeka. Azt az Úr Jézus megtette ennek a kisgyermeknek az életében. Takže, že on bojuje ten boj viery. Kisgyermek harcolja a hit harca. A ja keď sa dívam na to, čo sa deje, tak taký som ako Alenka v Ríši divov. És ahogy én ezt látom, nagyon csodálkozom rajta. Veľmi som vďačný Pánu Ježišovi. Nagyon hálás vagyok az Úr Jézusnak. Že tieto veľké veci začali niekde v tom malom. Hogy ezek a nagy dolgok kicsibe kezdődtek. Začni si všímať v svojom živote tie maličké zázraky. Figyeljétek az életetekbe azokat a kis csodákat. Lebo ak neuvidíte malé zázraky, mert ha nem látjátok meg a kis csodákat az életetekbe, tak veľké nebudete vidieť. Akkor a nagyot nem fogjátok látni. Lebo tie malé sa rozmnožujú. Mert azok a kicsik szaporodnak. A tie malé rastú. És azok a kicsik. Až raz budú veľkými svedectvami. A kicsik növekednek, és egyszer nagy bizonsággal esznek. Ja som veľmi šťastný, veľmi som vďačný. Én nagyon hálás vagyok, és örülök. Že vtedy na začiatku tam som sa nenechal odradiť. Hogy akkor a kezdetekben nem hagytam magam eltéríteni. Bol som tak zaradený medzi takých, čo sa chvália, že čo prežívajú. Úgy besoroltak engem azok közé, akik dicsekednek. Ale ja som to v tej svojej detskej duše nie tak myslel. De én a gyermeki lelkembe ezt nem így gondoltam. A tí, ktorí ma kritizovali, dodnes nemajú svedectvá. És akik kritizáltak, akkor engem mai napig nincs bizonságuk. Ale tie svedectvá, ktoré chceli uhásiť v mojom živote, tak tie sa rozrásli a narásli. És azokat a bizonságokat, amiket el akartak ojtani az én életembe, azok megnövekedtek. Túžte potom, aby ste mali svedectvá. Vágyodjatok azután, hogy legyen bizonságotok. Mirko, ďakujeme, že si nás povzbudil. Mirko, köszönjük, hogy buzdítottál bennünket. A my chceme dať priestor pre svedectvá.
és mi akarunk lehetőséget adni a bizonságokra. Lebo ak nebudú svedectvá, nebude víťazstvo. Mert ha nem lesz bizonság, nem lesz győzelem. A keď nebude víťazstvo, tak nebudeme používať ani krv baránka Ježíša Krista. És ha nem lesz győzelem, akkor nem fogjuk használni a bárány vérét. A ty si predsa to čítal, že oni zvíťazili pre krv baránkovú a pre slovo svojho svedectva. És te azt olvastad a Bibliából, hogy ők győztek a bárány vére által és a bizonságtétel szavát. Svedectvo v cirkvi, kde nezaznieva svedectvo a kde nie je vážené svedectvo, to je mŕtva cirkev. A gyülekezetben, ahol nem szól a bizonság és nincs tisztelve, akkor az halott gyülekezet. Pretože duch Ježišov je duch svedectva. Mert Jézusnak a szelleme a bizonság szelleme. Ďakujem vám za pozornosť. Köszönöm a figyelmet. Poprosiť, mohli by sme sa teraz ešte za toho Alexka pomodliť. Teraz prišla Zuzka SMS-ka, že még megkérném, hogy azért a Alexért potrebuje modlitbu. Imádkozzunk, mert szüksége van a imádkozásra. A prosím? Dostal zápal plúc, takže tie útoky pokračujú. Vidíte, on sa už vedel vyprázdniť všetko a na to prišlo obojstranný zápal plúc. Tak teraz sa budeme modliť, nevzdáme to, aby sme mali ďalšie svedectvo. A kis Alexot újra megtámadta a gonosz, most pedig tüdőgyulladása van, ezért fogunk újra imádkozni érte. Kloňme svoje hlavy a budeme sa modliť. Drahý nebeský Otče. Drága mennyei Atyánk. Ďakujeme ti za to, že si poslal Pána Ježiša Krista. Köszönjük neked, hogy küldted az Úr Jézus Krisztust. Aby zachránil to, čo bolo zahynulo. Hogy megmentse azt, ami elveszett volt. Ó, ďaká ti, Pane Ježišu. Ó, köszönjük neked, Úr Jézus. Že si dal svojho svetého ducha do nás. Hogy adtad a te szent szellemed belénk. A ten tvoj svetý duch v nás je duch svedectva. És a te szent szellemed a bizonság szelleme. O tebe, ako v nás pôsobíš. Rólad, ahogy bennünk munkálkodsz. A tiež skrze nás. És ránk által, és mi általunk is. A ty čakáš tieto svedectva. És te vársz ezekre a bizonságokra. Od svojich dietok. A gyermekeitektől. Odpusť cirkvi, Pane. Bocsásd meg az egyháznak, Uram. Hogy nedovolí hovoriť svedectva. Amikor nem enged bizonságot mondani. A to je tvoj svetý duch. És az a te szent szellemed. A to je to uhášanie ducha. És az a szellemnek a oltása. A tak ťa pokorne prosíme, drahý nebeský Otče. Ezért alázattal kérünk, drága mennyei Atyánk. Mene Pána Ježíša Krista. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Za tohoto chlapčeka. Ezért a fiújért. Ktorý má zápal, obojstranný zápal plúc. Akinek két oldali tüdőgyulladása van. Pokorne prosíme. Alázattal kérünk. Tejto chvíli. Ebben a pillanatban. Dotkni sa týchto pľúc. Érints meg ezt a tüdőt. A oslobod tohoto chlapčeka. És szabadíts meg ezt a kisfiút. Ty duch zápalu. Te szelleme, a gyulladás szelleme. Mene Ježiša Krista. Az Úr Jézus nevében. Autorite jeho mena. Az ő autoritása neve által. Vidi von. Gyere ki. Z pľúc. A tüdejéből. Z tohoto dieťaťa. Ennek a gyermeknek. A ďakujeme ti, Pane Ježiš. És köszönjük neked, Úr Jézus. Že ty uzdravuješ tohoto chlapčeka. Hogy te gyógyítod ezt a kisfiút. Že ho oslobozuješ. Hogy megváltod a őt, megszabadítod. A ďakujem, Pane Ježišu. És köszönjük, Úr Jézus. Že budeme počuť dobrú správu. Hogy fogjuk hallani a jó hírt. Naše srdcia sa budú radovať. A mi szíveink fognak örvendezni. A našu radosť nikto nevezme. És a mi örömünket senki el nem veszi. Sláva ti za. Hála neked. Halleluja. Amen. Amen. Niekto ešte máte v srdci, že by ste chceli. Tak sa modlím ešte aj za Esterku, aby zajtrajšie tie jej potreby boli naplnené.
Drahý Pani Ježišu, ja ti z celého srdca ďakujem za Esterku. Drago menej ťank, telie si vem, bo kusunem z Esterka. Ďakujem za to, Pani Ježišu, že ty naplníš jej i našu vieru. Kusunem, Úr Jezus, hoď te betöltöd az ő szükségleteit. A tak hovorí Pán Ježiš, neboj sa. És úgy mondja az Úr Jezus, ne félj, ja som s tebou, mert én veled vagyok. Pomôžem ti. Segítek neked. A dám ti aj pomoc vo výbere tej otázky. Csadok neked segítséget a kérdés kiválasztásában. Aby si bola požehnaná. Hogy légy áldott. Aby moje meno bolo oslavené. Hogy az én nevem meg legyen dicsőítve. A tvoja radosť naplnená. És a te örömöd betöltve. Sláva ti, Pani Ježišu. Hála neked, Úr Jézus. Že nám dovolíš, aby sme chodili vo viere. Hogy megengedett, hogy hitben járjunk. A aby sme očakávali na tvoju milosť. És hogy várakozzunk a te kegyelmedre. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Tak vám ďakujem za trpezlivosť a ďakujem aj vám za službu. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és köszönöm a szolgálatot. Ja verím, že tisícom ľuďom bude aj tento dnešný večerný, táto služba vaša bude veľmi užitočná, lebo bez svedectva nie je to života. Hiszem, hogy ez a szolgálat ezreknek lesz a használva, mert bizonság nélkül haszontalan a szolgálat. A keď nás nechcú počúvať v cirkvi, és ha nem akarnak bennünket a egyházba hallgatni, tak hovorte to svedectvo svojim známym a priateľom. Akkor mondjátok az ismerőseiteknek és barátaitoknak. Keď sa nebudú tešiť tomu tí, ktorí by sa tomu mali tešiť, és ha nem fognak azok örülni annak, akiknek kellene, hogy örüljenek, tak sa budú tomu tešiť tí, ktorí sa ani necítia hodní, aby ste im to o tom rozprávali. Akkor fognak azok örülni nekik, akik nem érzik magukat alkalmasnak arra, hogy méltóknak. Méltóknak, hogy halljon. Úgy legyetek áldottak.